így megnyithatjuk egy kis zenével. Az első darab, ami elhangzott, egy ilyen hangulat, tulajdonképpen ezek kis hangulatzenék, amiket mi játszunk és játszani fogunk. Ennek a címe az volt, hogy Karib-tengeri hangulat, és most a egyéb események előtt még egy darabot játszanánk. Ez pedig egy Kányádi Sándor vers részletének a megzenésítése, Szerelmesek hintája. Köszönöm, hogy
Abszolút jó vártam,
generálhatja. És erre, ebből a célból hoztuk tulajdonképpen létre, hozta létre Alexandra a Mannát rajztanodát, ahol próbálunk olyan történelmileg hitelesített szakmai és emberi értékeket közkincsét tenni a hallgatóink számára, amiben mi hiszünk. És ezért fontos az, hogy ugye a helyet mondtam, a helyhez való kapcsolódás az egy nagyon összetett dolog. Ott emberek vannak, ott környezet van. Tehát ideális terepe lehet a vizualitással foglalkozó embernek. A vizuális megismerés, ugye mi arra esettünk föl, amikor egyrészt ezt a szakmát választottuk, másrészt amikor elhatároztuk, hogy ezeket a tapasztalatokat továbbadjuk. Ideális terepe Mezőtúl, és azért ideális terep, mert az emberi mozzanat és a természeti mozzanatnak egy olyan harmonikus egységét fedeztük itt fel, amit mindenképpen meg akartunk és meg akarunk osztani továbbra is azokkal a hallgatóinkkal, akik velünk együtt gondolkodnak és velünk együtt dolgoznak. Hát egy történelmi példát mondanék, hogy a művészeti mozgalom mennyire meghatározó mondjuk a képzőművészetben. Csak azt említem, hogy Barbizon, ugye a 19. század második felében a russzai gondolatnak a kibontása kapcsán, tehát hogy ki a természetben, mit jelentett tulajdonképpen a képzőművészet fejlődése szempontjából, akkor egy nagyon egyszerű tényt közlök, de ezt nagyon összetett módon lehetne tulajdonképpen kimondani. És mi erre törekszünk, és ezért gondolkodunk mindig olyan jellegű helyzetek létrehozásában, mint amilyen egy szimpózium vagy egy művésztelep, ahol egy ingergazdag környezetben élmény alapon próbálunk olyan tapasztalatokat megfogalmazni a hallgatóink számára, amiben hiszünk, amit értünk. Tulajdonképpen nagyon fontos az, hogy az iskolának azt a rögeszméjét hangsúlyozzam, hogy személyiségeket próbálunk kibontani. Tehát azokat a tehetségcsírákat, amiket felfedezünk azokban az emberekben, akik hozzánk vonzódnak, megpróbáljuk felerősíteni, és megpróbáljuk valami olyan teljes élet irányába hát noszogatni és taszigálni az embereket, ami reményeink szerint megegyezik az ő elképzelésükkel is, és talán egy emelkedettebb szinten való élethez segíti hozzá azokat, akik ebben foglalkoznak. Nagyon köszönöm még egyszer a városnak. Tényleg írtó izgalmas volt ez a 10 nap. Tegnap, amikor átnéztük a munkákat, és volt, akit megszívtunk, volt, akit megdicsértünk, de hát ez így van ennyi. Azért nagy örömmel láttuk, hogy legtöbben nagyon szisztematikusan értékelhető munkákat hoztak létre, és reményeink szerint viszik magukkal ezeket az élményeket, amikből aztán a későbbiek folyamán táplálkoznak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Átadom Alexandrának egy pillanatra a szót, mert fogja elmondani azt, hogy kinek köszönhetjük azt, hogy igazából
szóval én nem próbálom előtti az emasztikusban ezzel kezdeni. Tényleg emberek dolgok mindig szóval. Emberek közötti összjátékról, és erre értetlen jó példa Krista és Attilának a részvételebb a dologban segítségek, úgyhogy ezt szerettem volna mondani. Magyar hangon, Magyar. És hát van egy ilyen pillanatok, ami nem annyira mi, nem szeretünk itt ketten állni, mert sokan csináljuk veletek együtt, hogy most itt kihívnánk mindenkit, aki részvevő volt az idei telepen, és hát eltudjuk a szokásos mesterleveleket. Most így, ha lennek két kezem, akkor itt mutatnám el Zsósa, hogy így adjuk el a mesterleveleket. Tehát akkor mindenki, aki bajnak, és nagyon szíves ide helyen körénk, hogy lássák a többiek is, hogy kik vagytok. Csák László! Fórián Szabó Balázs. Koltai Dorottya Szonya. Külön kiemelném, hogy Dorottya van az egyetem tagja, képzőmészet egyetemre jár, és még valaki van, mert azt megemlítjük. Kristófi Dániel, ő most diplomázó, Panda Franciska. Skublics Ádám. Szabó Lilla, szintén most diplomázó. Köszönöm a figyelmet!
ezeket a kiállítás megnyitónkon, minden kedves megjelentnek. Megkérem, hogy tekintsék meg a kiállítást, fogyasszanak